Köszöntöm a Kultúrszoba nézőit, Deli Kinga vagyok. Nézzük, mit kínálunk mai műsorunkban. Alföldi Robert tartott előadást Szekszárdon. Női alkotók fotókiállítása nyílt Pakson. Nőnapi kavalkád a Babicsban. Pszichológiai előadások és talkshow színesítette a nőnapot a Babicsban. Meg lehet-e győzni egy német tábornokot arról, hogy ne pusztítson el egy világvárost? Egy német tábornok és egy svéd diplomata feszült párharcának lehetünk tanulni a Diplomácia című Alföldi Robert és Sztarenki Pál főszereplésével készült II. Világháborúban játszódó drámában, amelyet nemrég mutattak be a Babits Mihály Kulturális Központban. A tét a francia főváros Párizs jövője. Minden a jó kommunikáción múlik, és persze az emberségen. Hány éves a gyerekei tábornok? Na! A gyerekeimet! Hagyjuk ki ebből, jó? A történet szerint von Koltitz tábornok, akit Sztarenki Pál alakít, azt a parancsot kapja Adolf Hitlertől, hogy pusztítsa el Párizst. Mint ahogy ő el is pusztította előtte Szevasztopolt, az úgynevezett felperzselt föld taktikájának volt a mester ez a Dietrich Koltitz nevezetű német ember, és ezért is bízta meg őt Hitler annak idején, 44. augusztusában, hogy ugyanezt tegye meg Párizsdal is. És hogyha nincs egy Raoul Nordling nevezetű svéd diplomata, akkor bizony Párizst elpusztítják. És ez is valós történet, amiről nagyon keveset tudunk, viszont nagyon fontos. Ezért is a Diplomácia a címe, ami arról szól, legalábbis számomra mindenféleképpen, hogy, és most különösen aktuális sajnos háború van, hogy a diplomácia azzal kellene foglalkozni, és nem az emberek gyilkolásával. A diplomácia rengethetetlenül fontos. Ha nincs ez a Raoul Nordling nevezetű úr, aki svéd diplomata volt, és megkereste a Koltitz tábornokot, akkor lehet, hogy Párizs sincs. Az, hogy pontosan ő milyen volt, azt én nem tudhatom, amennyit anyagot fel lehetett találni, vagy meg lehetett találni, azoknak utána jártam, de igazándiból ez a Koltitz, ez Sztarenki Pál. Tehát nyilván egyfajta szűrőn átment a dolog, és hát ebben nagyon-nagyon nagy segítségemre volt kitűnő színészpartnerem, Alföldi Robi. Gyakorlatilag mi ketten csatázunk, és a mi kettünk szellemi párviadaláról szól ez a történet. Ahogy a Robi vérmérséklete, és ahogy az én vérmérsékletem adja, illetve ahogy a darab követeli ezt a történet megvalósításában. Nem mentem fel Kolticot, bár őt végül is felmentették, meg megkapta a becsületrendet is. És aztán csak 2 vagy 3 évet ült, éppen ezért, mert nem pusztított el Párizst, de azért ő 30 ezer zsidót is kinyírt, Szevasztopolt is a földig rombolta. Tehát őt én egy háborús bűnösnek tartom egyik oldalról. Másik oldalról meg mégiscsak egy régi katona családban nevelkedett ember, aki ilyen értelemben értelmisége vagy humanista, mégiscsak lehetett az észérvekkel hatni rá, mint ahogy a Nordling nagykövet úr tudott is ráhatni, és ez megint fontos, hogy ne veszítsük el a józan eszünket. Igenis, mindig a párbeszéd a legfontosabb, a kommunikáció, a diplomácia. Maga teljesen hülyének nézek el! Ha megengedi erre a kérdésre, nem áll. A svéd diplomatát Raoul Nordlingot alakító Alföldi Robert nem csak színészként, hanem rendezőként is ismert. Mint elmondta, amikor szerepet választ, mindig színészként gondolkodik, soha nem rendezőként. Ha rendezők, akkor én tudom a legtöbbet, amikor elkezdünk dolgozni. Amikor, ha színészek, akkor én tudom a legkevesebbet. És aztán ez így megfordul a próbaidőszak végére. De egyáltalán nem ugyanazt a típusú agyat, és nem ugyanazt a típusú munkát kéri egyik sem. Vagy nem ugyanazt kéri mind a kettő. Tehát azért lehet külön választani. Mint ahogy Alföldi Robert fogalmazott, dolgozzon bárhogy, egy a lényeg, hogy az adott darab megszólítsa a közönséget, elnyerje a tetszését. Ezért is fontos szerinte, hogy például a járvány után újra megnyílnak a színházak, mert korábban csak online lehetett előadásokat tartani, amiről Alföldi Robertnek elég markáns véleménye van. Gyűlöltem, nem tartom színháznak a streamelést. Nagyon ellene voltam, és nagyon harcoltam ellene, hogy minél kevesebb legyen. Megölj a lényeget. Jó, fontos volt, hogy túléljünk. Szerintem elsősorban pszichológiailag. De engem például nagyon zavart. Tehát engem nagyon zavart, hogy én most hova játszom. Az üres nézőtérnek játszom, vagy a kamerának játszom. Tehát én nagyon nem szerettem. Az év hátralévő részében Szegeden rendezői feladatok várnak Alföldire, és az idén még több darabban is főszerepet játszik. Nőnap alkalmából Nők a fényképezőgép mögött címmel nyílt fotókiállítás Pakson a Csengei Dénes Kulturális Központban.
A kiállítás Sziklay Marian, az MVM Paksi Atomerőmű ZRT gazdasági igazgatója nyitotta meg. A tárlat 2022. március 31-ig tekinthető meg a Kulturális Központ nyitvatartási idejében. Senki se kéri játszmét, ha senki sem érti játszmét, ha senki sem érti, hogy minek is játszol még. Zorán dalát Tábori Emese tolmácsolta a kiállítás megnyitóra összegyűlt érdeklődőknek. Nőnap alkalmából Márkus Zalán igazgató virággal köszöntötte a hölgyeket. Az itt kiállító hölgyeken, a hivatásukon, hobbiukon, a csodálatos fotójukon keresztül megmutathatjuk magunkat, mi nők, formáinkat, fényeinket, színeinket, a végtelenségünket. Ezekkel a szavakkal nyitotta meg Sziklay Marian, az MVM Paksi Atomerőmű ZRT gazdasági igazgatója a nőnapi fotókiállítást. Csahóci Margit, Elekné Csollány Éva, Juhász Luca, Nagy Zsuzsa, Szabó Sára, Szép Zsóka és Takács Éva. 7 hölgy, akiket a fotózás szeretete köt össze. A tárlat létrehozásának ötletgazdája Kudorné Szanyi Katalin volt, aki a Paksi Polgármesteri Hivatalban csodálkozott rá először Elekné Csollány Éva képeire. Teljesen magával ragadott az a pillanat, amikor a napfény rásütött a képeire, hogy elementáris élményt váltott ki belőlem, hogy gyönyörűségesek. És innen származott az ötlet, hogy ő fotózott. A másik impulzust Dunaföldváron kaptam, amikor 5 paksi alkotó a Dunaföldvári várban kiállított. Az egyik alkotót személyes ismerősöm Takács Éva, aki a festményei helyett fotóit állította ki, és olyan gyönyörűségesek voltak azok a képek is, hogy teljesen átszelleműve tekintettük rá, hogy ez egy igazi alkotás. Úgy gondoltuk akkor, ezt tovább gondolva jött az ötlet, hogy Pakson is be kellene mutatni ezeket az embereket, hogy milyen nagyszerű munkákat készítenek. Így született meg a nőnapi tárlat gondolata. A kiállítók között van, akinek hivatása a fotózás, mely egyben a hobbija is, mint például Csahóci Margitnak, akinek a neve már fogalom a városban. Minden téma közel áll a szívéhez, legyen az portré, természet, színes vagy fekete-fehér. Juhász Luca kicsikora óta rajong a fotózásért. 14 évesen döntötte el, hogy ezzel szeretne foglalkozni. Jelenleg az Atomenergetikai Múzeum munkatársa és rendezvényeken, illetve az Atomerőmű magazinnak fotóz. Autodidakta kezdtem el, de középiskola után elmentem egy 2 éves oktatás képzésre Pécsre, a Simonyi Károly iskolába, és ott tanítottak meg a technikai alapokra. Mindig is valahogy máshogy néztem a világot magam körül, mint sokan mások, úgyhogy úgy mindig bennem volt a képalkotásnak a vágya, hogy megmutassam, hogy én hogy látom a magam körülöttem lévő dolgokat. 4 kedvenc képemet, pontosabban végül is 6-ot, mert 2-re még rábeszéltek a többi művészhölgy, hogy még azokat is rakjam ki. Hát ezek azok a képek, amik úgy körülírnak engem. A látásmódomat, meg azt, hogy a világban én járok és nézek, és hát még a pici babám születése előtt, főleg utazás közben fotóztam. 2 ezek közül Máltán készült, a másik 2 meg Brüsszelben készült egy munkahelyi projekt keretében. És van a 2 kisebb még, azok pedig Izlandon készültek Reykjavikban, ott pedig egyedül voltam egy túrán. Körbe stoppoltam a szigetet, és azok voltak talán az utolsó képek, amiket hazaindulásom előtt készítettem. Mindig más tetszik. Szerettem a portréfotózást is, szerettem a természetfotózást is, de azért nem tudok konkrétat mondani, mert hogyha valamit látok, és abban egy pici művészet vagy kreativitás is van, azt lefotózom. Úgy, ahogy én látom abban a kreativitást.
Elekné Csollány Éva több mint 16 éve a fotózás rabja, szakmája építész, mely tükröződik is alkotásain. Ez az első kiállítása. 2006 óta fotózom. A férjem sportoló volt, és sokat utaztunk ennek kapcsán, és számtalan szemnél szebb helyen megfordultunk, és ezt próbáltam először megörökíteni, és később egy kicsit szakosodtam az én témáim felé, mint a háttérben láthatók, itt az építész hivatásomból adódóan jellemzőek a képeimre. Kedvenc témáim az épületfotók, hivatásomból adódóan. Ide 9 képet hoztam különböző helyszínekről. Most jellemzően színes képekkel jelentem meg ezen a kiállításon. Amúgy nagyon szeretem a monokrom képeket is. A fotózás egyrészt kikapcsolódás számomra, másrészt kicsit a kreativitásomat meg tudom mutatni benne. Sok-sok élményt összegyűjtök, és próbálom mások számára is élvezhetővé tenni a képek által. Jellemzően mindenhol, amerre megfordulok, nagyon sokat utazunk, a családdal túrázunk, és városnéző utakra is szívesen megyünk, és ezek a képek tükrözik ezeket az utakat. A tárlat március 31-éig tekinthető meg Pakson a Csengei Dénes Kulturális Központ emeleti kiállító termében. Nőnapi kavalkád, egy nap, ami rólad szól. Ezzel a címmel szervezett a Babits Mihály Kulturális Központ lányoknak, nőknek, asszonyoknak szóló programokat március 5-én. A nap során számos program várta az érdeklődőket. Csajos cuccok vásárán, szépségtanácsadáson, mozgásperceken és lélektani előadásokon is részt vehettek a jelenlévők. Nézzük meg, mi történt a délelőtt folyamán. A legkisebbekre is gondoltak a Babits Mihály Művelődési Ház dolgozói, amikor összeállították, hogy milyen programok szerepeljenek a Női Kavalkád elnevezésű egésznapos rendezvényükön. A programsorozat iránt nagy volt az érdeklődés. Ma eljöttünk a kislányommal egy kicsit csajoskodni a nőnap alkalmából. Úgy gondoltuk, hogy megnézzük, hogy milyen lehetőségek vannak, milyen ajánlatok. Krémeket szeretjük, ékszereket szeretjük, a levendulát is imádjuk, azt is meg fogjuk nézni. És hát úgy gondoltam, hogy a kislányommal egy kicsit körülnézünk. Ezt tettem, és ez olyan szép. Igen, nagyon. És ott a fordulat jut, egyik fel rózsaszín, és a másik fel meg piósz. A szebbnél szebb ékszerek mellett táskákat, naturkozmetikumokat és számos más a nők számára fontos termékeket lehetett megvenni a csajos cuccok vásárán. Ezen kívül egészségügyi állapot felmérésre és szépségtanácsadásra is jelentkezhettek az érdeklődők. Amit én most szeretnék elsősorban bemutatni, az a smink, a stílustanácsadás, a színek fontossága, akkor egy-két ilyen anti-aging masszázs technika, és hogy miért tartom én ezt fontosnak, hogy a nők foglalkozzanak magukkal? Szerintem, ahogy ezt te is említetted, ez egy ilyen külső-belső harmóniára való törekvés, vagy tehát a kisugárzás, az nyilván nem csak a külsőségeken alapszik, de hogy nagyon fontos, hogy foglalkozzunk vele. Egyrészt én azt gondolom, hogy mint a sminknél is sokszor el szoktam mondani, hogy én azzal nem értek egyet, hogy mondjuk maszkírozzuk el magunkat olyan szinten, hogy felismerhetetlenek legyünk, hanem mindig ezt a rásegítés úgymond, vagy hogy csak a saját szépségünket kihangsúlyozzuk, inkább így ez a lényeg. És hogyha ezt tudjuk kombinálni még különböző olyan ilyen fiatalon tartással, hogy mondjuk a kozmetikai kezelések, hogy a színek fontossága, hogy mondjuk, hogyha arról beszélünk, hogy ezek az évszaktípusok hogy határozzák meg mondjuk ennek az összességét, akkor emögött azt kell látni, hogyha mondjuk meghatározzuk egy embernek a színtípusát, akkor azzal a kisugárzását segítjük elő. Tehát egyáltalán nem mindegy, hogy egy fehérbőrű emberem milyen szín van, egy barnabőrű emberem milyen szín van, és hogy ennek ilyen 1 millió változata létezik, amivel a megjelenésünket tudjuk egyébként így hangsúlyozni. Nem mindegy tehát, hogy ki milyen színt visel magán, hiszen az is befolyásolhatja a napi hangulatát.
Ami szerintem fontos, hogy a nőiességünket hangsúlyozzuk ki, és ez igazából teljesen mindegy, hogy 15 éves vagy 60 éves, nyilván függenek élethelyzettől. Tehát, hogyha van valakinek most egy élethelyzet válsága, arra is ráfér, hogyha fiatal vagy, akkor is lehet fér, mert akkor még most indulsz az egész életedbe, akkor azért fontos. Az egyik alapvető tanács a nőiesség hangsúlyozása, azonban nem csak a fiatal és a középkorosztály érdeklődött a nőnapi programok iránt. Érdekelnek ezek az előadások, amik most lesznek, és meg ez az egészségfelmérés, meg ilyesmi állapotfelmérés, ez nagyon jó dolog. És az is jó, hogy már idáig eljutottunk, hogy találkozhatunk mindenkivel, akit vehetünk, vásárolhatunk, nyugodtan reméljük, hogy így is marad. Most meghallgatom a Viktóriát, és akkor utána elmegyek és megnézem ezeket az energia, meg oxigénfelmérés, meg ilyesmi. Most körbenéztem a krémeket, ezeket a naturkrémeket, egyébként tényleg nagyon jók, és akkor utána kicsit vásárolok majd ebből abból. Nem csak a megfelelő külső megjelenésről, vagy a test egészségügyi állapotáról tudakozódhattak a jelenlévők, lélektani előadásokat is meghallgathattak. Borbandi Viktória családterapeuta a női szerepekről beszélt a hallgatóságnak. Nagyon sokféle problémával jönnek párkapcsolati krízisben, jönnek válás után gyereknevelési problémákkal. Többen jöttek mostanában kamaszokkal kapcsolatos nehézségekkel, a kamasz gyereknevelésével kapcsolatos problémákkal, de jöttek már gyászterápiába is családi szinten. Úgyhogy nagyon változó az, hogy éppen egy családot mi terhel meg annyira, hogy eljönnek egy terápiába. Azt gondolom, hogy egyre nehezebb élethelyzetekkel jönnek hozzánk, tehát azt tudom elmondani, hogy még korábban, 10 évvel ezelőtt egy üres fészeknek nevezett helyzettel eljöttek, amikor csak annyi volt a probléma, hogy a fiatal felnőttek elhagyták a családot, most ettől sokkal összetettebb, nehezebb élethelyzetekkel jönnek. Nekem a legnagyobb döbbenetem az volt, amikor pici volt a gyerekem, akkor csináltam először szereptortát, és azt vettem észre, hogy kimaradt róla a női szerepem. Én annyira csak anya voltam, hogy egyszerűen nem fért oda már, hogy még nő is legyek, és aztán persze ezen kellett dolgozni, mert hogy ez így nem volt azért nekem jó. Gyakran csodálkoznak rá, igen, amikor megkérjük, hogy készítsenek időmérleget, készítsenek szereptortát, ahogy azt az előadásomban is említettem, hogy olyankor van egy ilyen aha élmény, hogy hűha, hát én nem hagytam elég időt önmagamra, nem hagytam elég időt a párkapcsolatomra, miért is csodálkozom, hogy nem működik, vagy nem megy. A mai nőknek nagyon sok az én erejük, és úgy gondolom, hogy ezt ne felejtsék el, hogy erőforrásaik azok, én úgy látom, sokszor kimeríthetetlenek, bár néha ezt nem érzik úgy, de hogy amikor egy kicsit úgy pozitívan meg tudják nézni, kicsit távolabbról az élethelyzetüket, akkor újra erőt tudnak meríteni, és tudják vinni tovább az életüket. Nagyon jól tudják, hogy hogyan tudnak töltekezni, csak abban érdemes fölhívni a figyelmet az ő időbeosztásukra, életvitelükre, hogy ne felejtsék azt el, hogy ezt megengedhetik maguknak, és nagyon fontos, hogy megengedjék maguknak. Hogy egy picit megálljanak, feltöltődjenek, és önmagukra is figyeljenek. Többek között ezért jött létre ez a nap, és bár délelőtt volt, rengeteg nő érezte úgy, hogy megérdemelnek egy kis kikapcsolódást. A nőnapi kavalkád délutáni programjában a nők mindennapjait érintő pszichológiai előadások színesítették a műsort. A nap egyik érdekessége az a talk show volt, amelyben Sas Erzsébet anyákat és lányaikat hívott vendégségbe. A Babits Mihály Kulturális Központ szervezésében zajlott nőnapi kavalkád programjaiban a szervezők olyan témákban hívtak előadókat, melyek a hölgyek mindennapi életéhez kapcsolódnak, és a lélektan világába kalauzolja az érdeklődőket. Szó esett többek között a családon belüli szerepekről, a női intim zónák titkairól, és arról is, hogyan alakult át a nők szerepe a világban.
Ez utóbbi dolog Kitanics Márk pszichológus osztotta meg gondolatait a hallgatósággal. Hogy nagyon sokan ugye úgy szocializálódnak, hogy kvázi ebbe a szerepkörbe szocializálódnak bele, ők nem biztos, hogy tehernek érzik. Inkább azok érezhetik ezt tehernek, akinek a szocializációja más, és a gyorsan és dinamikusan változó világ egy újfajta szerepelvárást közvetít feléjük. Ez nagyon nehéz. Tehát ilyenkor nagyon nehéz az egyik szerepből átállni a másik szerepbe. Ugye azt látjuk, hogy a klasszikus családok felbomlottak, van egy fajta új hatás, egy új világ, egy új világszemlélet, amiben bizony a nőkre egy másfajta elvárás hárul. A klasszikus családok felbomlottak, tehát mert nem úgy működik, nem azokkal a hagyományos és klasszikus szerepekkel működik egy család, ahogy korábban működött, hiszen olyan új elvárások vannak, amelyeknek meg kell felelni a nőnek is, tehát anyaként is szerepelnie kell, dolgozó nőként is szerepelnie kell, feleségként is szerepelnie kell, és van, hogy ezt a sok szerepet nem biztos, hogy megfelelően tudják összeegyeztetni. Ilyen esetben keletkezik egy hiátus, egy feszültség, egy szorongás, pszichiátriai problémák, és egy csomó minden, akár válás, vagy a gyerekekkel való nem megfelelő bánásmód, mindennek a következménye tud lenni. Az a tapasztalat, mondja a pszichológus, hogy a hölgyeknek van egy elképzelése arról, hogyan kéne működniük a mindennapokban, ami sok esetben túlzó a lehetőségeikhez vagy adottságaikhoz képest. És amikor a racionalitással és a realitással szembesítjük őket, megkönnyebbülnek. Kiderül, hogy igen, egy nő a gyerekkel lehet türelmetlen, egy nő lehet feszült, egy nő szoronghat, nem kell neki feltétlenül mindig erősnek mutatkoznia. Mert hogy ez a fajta szerepelvárás közvetítődik feléjük, és amikor ezt gyakorlatilag meg tudják ugrani, és rájönnek arra, hogy ők is ugyanolyan emberek, és ők is ugyanezeket a fájdalmakat, félelmeket, szorongásokat átélhetik, abban a pillanatban megkönnyebbülnek. És rájönnek arra, hogy az a kép, amit ők felépítettek magukba, az a saját belső elvárásuk, nem a környezet elvárása. A női közösségek egymást tuningolják gyakorlatilag, és egyre magasabbra emelik azt a lécet, amit nem biztos, hogy meg kell ugrani, lehet, hogy át is lehet bújni alatta. Példaképek. Ezt a címet viselte az a talk show, amelynek házigazdája Sas Erzsébet újságíró volt, aki ezúttal saját lányát Andrát hívta segítségül a műsorba. Lévén anyákat és lányaikat vártak vendégségbe a beszélgetésben. Tetszett az ötlet, ez az anya-lánya dolog, és ugye a húgi lányom az sok mindent csinál most, amit én kezdtem annak idején csinálni 20 éve, és mindig kíváncsiak voltunk arra, hogy milyen lenne az, hogy együtt vezetünk egy talkshow-t, vagy egy bármilyen más műsort, és ez most szinte elénk jött ez a dolog, és nagyon szívesen elvállaltuk, annál is inkább, mert hát rengeteg olyan híres, nagyon-nagyon jó hivatású ember van, akinek az édesanyja is az. Vagy követi a lánya, vagy nem, de mind a kettő nagyon-nagyon aktív, és hát most három ilyen pár lesz a vendégünk. Én nagyon izgulok, bevallom őszintén, bár hát beszéltem már nagyon sok ember előtt jó pár évvel ezelőtt is, folyamatosan is, meglátjuk, hogy milyen lesz. Andrea véleménye szerint a nők szerepe és megítélése rengeteget változott az évek alatt. És a felelősség szerintem most óriási a nőkön. Ugye nem csak édesanyaként kell megfelelned, hanem munkatársként is, napi 9-10 órában, és mellette bizony még keményen dolgoznunk is kell az, hogy el tudjuk tartani magunkat. Én most inkább magamról tudok beszélni, hiszen egyedülálló anyaként nem volt egyszerű azért a mindennapokat megoldani. Meg természetesen mellett, amit most ugye elvár a társadalom, hogy legyél fit, legyél egészséges, legyél kívánatos, legyél szép, tehát rengeteg szeretnek kell megfelelnünk, ezt nagyon-nagyon nehéz egyébként kivitelezni a mindennapokat. Mondják nagyon sokszor a szakemberek is, hogy fogadd el önmagad. Itt nem arról van szó természetesen, hogy slampos legyél és hízzál el, és egyáltalán a nőiességedet valahova zárd el a fiúknak a legmélyére, de igen, el kell tudni fogadni magunkat, vagy el kellene, és leginkább magunkkal foglalkozni, magunkkal törődni, és mindenki más utána. A vendégek között volt Lőcini Polányi Justina, akit a Csillag Rózsa Néptánc Együttes vezetőjeként ismerhetünk, és lánya Vízdár Lőci Gizdella, az autista gyerekeket és családokat segítő Esőmanók Egyesület vezetője is. A példaadásról és a megfelelésről beszélgettünk. Mindig is a nők valahol hátrányos helyzetben voltak, akár a munkával kapcsolatban, akár társadalmi tevékenységgel, de én úgy gondolom, hogy most már ez teljesen megváltozott. Szóval azért a nők most már elkezdtek jobban érvényesülni. Többet tudnak tenni, ugye azért gyerekek, család, társadalmi tevékenység. Az én családom ilyen munkamániás, úgyhogy én úgy gondolom, hogy miután lányaim is vannak, mindegyik megállja a helyét úgy, mint nő, és legalább olyan mértékkel lehet őket mérni, mint egy férfi. Ami nekem fontos volt mindig, az a mozgás,
az, hogy a családcentrikusság, imádom a családom, és hogy valami más csináljak, nem a megszokott a munka, a gyerek, a háztartás ilyen, hanem mindig kitaláltam azt, hogy valami mást kell csinálni. A tánc az nagyon fontos volt nekem, és én úgy gondolom, hogy ebbe értem ki, vagy teljesedtem ki, és ezt adtam tovább. Én úgy gondolom, hogy az én édesanyám az az igazi született nő. Hogy viselkedésre, megjelenésre, beszédre, ahogy az emberekhez áll, úgyhogy hogy könnyű volt-e neki, azt nem tudom. Azt tudom, hogy én sokat tanultam tőle. Szerintem a jelenkornak megfelelően próbálkozik minden nő nőnek maradni, amennyire lehet. Szerintem azért elcsúsztak egy kicsit a dolgok, hogy ez rendben van-e így, vagy sem, ez szerintem majd az idő eldönti. A Babits Mihály Kulturális Központ és a szervezésben résztvállaló mentálhigiénés műhely, valamint az egészségfejlesztési iroda olyan programot akart összeállítani, amelyben mindenki megtalálja a maga érdeklődését. Varga Dalma a nap főszervezője azt mondja, látva az érdeklődők sokaságát, sikeres napot zárhattak. 2017-ben indítottuk a Nőnapi Kavalkádot, és már akkor látszott, hogy a hölgyeket megfogja ez a programsorozat, úgyhogy én azt gondolom, hogy nagyon fontos az, hogy az ilyen alkalmakkor kifejezetten bizonyos rétegnek szervezzünk vegyesen mindenféle programot, ugyanis ez felkelti az érdeklődést. Akkor is hasonló jellegű programokat hoztunk most is, és nagyjából annyi, hogy a létszámon azért látszik, hogy itt vírus volt két évig, egy kicsit az a jellemző, hogy lejjebb ülnek az emberek, nehezebb megmozdulni, de ettől függetlenül én azt mondom, hogy nem panaszkodhatunk. Az est végén a felhőtlen szórakozásra is gondoltak a szervezők. A Ladies Night Party-n korhatár nélkül várták a placba a táncolni, mulatni vágyókat. A helyszínválasztás nem volt véletlen, a tervek szerint számos hasonló mulatság szerveződik itt a következőkben. Köszönöm a figyelmüket, viszontlátásra!